Átláthatóbbá válhatnak az önkormányzat beszerzései. Belepusztult a kutya a bántalmazásba, feljelentették az elkövetőt. Virágot ültettek a diákok önkéntes nap a József Attilában. Jó estét kívánok, április 29-e van, ez az aktuális, jönnek a részletek. Az adócsökkentés költségvetésének nevezte a Fidesz a jövő évi büdzsét. Dr. Tatár László, a párt helyi alelnöke, gyöngyösi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Magyarországon a gazdasági növekedés stabil, az ország iránti bizalom pedig erősödik, így lehetőség van további adócsökkentésekre. A kormány várhatóan május közepéig benyújtja a parlamentnek a költségvetési javaslatot. Tovább csökken jövőre az SZJA, a kétgyermekesek családi adókedvezménye pedig fokozatosan 10.000 forintról 20.000 forintra nő 2019-ig. Ezen kívül tovább csökkennek a családi kiadások is. A kormány jövőben intézkedései kapcsán dr. Tatár László alpolgármester azt mondja, a 2016-os büdzsé az adócsökkentés költségvetése lesz. Természetesen a parlament döntésétől függ majd, hogy további rezsicsökkentések is várhatók, és bizonyos állami szolgáltatások illetékdíjainak is a csökkentése tervezve van. Ez tovább növeli a családok jobb komfortérzetét. Dr. Tatár László hozzátette, a kormány azon dolgozik, hogy az SZJA kulcsa minél hamarabb egy számjegyű lehessen, viszont azzal, hogy az SZJA jövőre 16%-ról 15%-ra csökken, 120 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. A családi kiadások csökkentése érdekében a sertéshús kilójáért is kevesebbet kell fizetni 2016-ban, ugyanis 5%-ra csökken a tőkehús áfája. A kormány tovább növelné a kétgyermekesek családi adókedvezményét, de a támogatás a gyermektelen párokat is érinti. Egy kéttagú átlagkereső család, amely gyermektelen, a jelenlegi viszonyok között havi szinten 4700 forint adókedvezményben részesül, amely éves szinten mintegy 56.000 forintot jelent egy családnak. Olyan családnál, ahol két minimálbéres kereső szülő van, és két gyermeket nevelnek, havi 7100 forinttal maradt több a családok zsebében. Az alpolgármester szerint a családok támogatása, a sertéshús és a különböző állami szolgáltatási díjak csökkentése, valamint eltörlése pedig a mindennapi nehézségekkel küzdők számára is nagy segítséget jelent majd. Átláthatóbbá és hatékonyabbá válhatnak a gyöngyösi önkormányzat beszerzései a verseny és a közbeszerzési szabályzat átdolgozásával. Legalábbis erre számítanak a gyöngyösi képviselőtestület frakcióvezetői, akik a keddi döntés előttben fejtették ki álláspontjukat. Csütörtökön kerül a gyöngyösi képviselőtestület elé a versenyszabályzat és a közbeszerzési szabályzat módosításáról szóló előterjesztés, ami keddi döntés előtt című műsorunkban is téma volt. A frakcióvezetők szerint az új szabályozás előremutató és átláthatóbbá teszi a város beszerzéseit, de a frakcióknak további javaslataik is lesznek. Mindenféleképpen javasolni fogjuk azt, hogy vizsgálja meg a testület egy úgynevezett elektronikus beszerzési rendszernek az alkalmazását, ami pénzbe kerül, viszont mindenféleképpen hatékonyan működne. Kis Tivadar, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint a meghívásos pályázatoknál előnyben kellene részesíteni a helyi vállalkozásokat. Talán még egy olyan dolgot is bele lehetne vinni, hogy mindenképpen preferáljuk a gyöngyösi vállalkozásokat, tehát hogy az itteni vállalkozások plusz ponttal, vagy alapba előírjuk, hogy csak gyöngyösi vállalkozások indulhatnak az adott pályázaton, és mindenképpen gyöngyösi vállalkozásokat preferáljunk. Esetleg, ha abban a tevékenységben nincs gyöngyösi vállalkozás, akkor írjuk elő, hogy a máshonnan jövő vállalkozás létesítsen Gyöngyösön telephelyet, hogy ide fizesse az iparűzési adót. Faragó Tamás, a Jobbik frakció vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ár mellett a minőség terén is komolyabb elvárásokat kellene támasztani. Mi azt látnánk jónak, ha lenne egy műszaki tartalom, ezt a műszaki tartalmat a munka végeztével a önkormányzat egyik szakembere, aki építés ügyileg ebben tud bármiféle olyan információt adni, hogy megfelel ez a munka, vagy nem felel meg ez a munka, minőségileg átvehető, vagy nem vehető át. Nagyon sok problémát tapasztalunk ezzel kapcsolatban is. Az előterjesztésről csütörtökön szavaz majd a képviselőtestület. Az ülést a Gyöngyösi Televízió délelőtt 9 órától élőben közvetíti. Többször földhöz vágta kutyáját egy gyöngyösi férfi hétfőn este.
Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a gyors állatorvosi ellátás ellenére nem élte túl a bántalmazást. Az ügyben a rendőrség is nyomoz, a férfi ellen állatkínzás miatt indult eljárás. Mi végig sírtuk Edinával Tarjánig az utat, egy a kutyus miatt is, a másik a kislánynak az arca nem megy ki a fejünkből. Ezzel a nyílt levéllel vett búcsút az Új Nap Egyesülete, attól a pekingi palota kutyától, akit hétfőn gazdája bántalmazott olyan súlyosan, hogy a kiskutya pár órán belül az állatorvosi segítségnyújtás ellenére is életét vesztette. Ráadásul egy 4 éves kislány is végignézte, ahogy a kutyát többször földhöz vágják. A történtekről szemtanúk az Egyesületet és a rendőrséget is értesítették. Mire a gyepmesteri telepet üzemeltető Egyesület önkéntesei kiértek a család lakásához, már a rendőrség is a helyszínen volt. Gyöngyösen a Kócsab utcában, közterületen egy pár összeszólalkozott, mely során a élettársi párnak a férfi tagja a saját kutyáját eddigi adataink alapján felemelte, majd a földhöz vágta, mely során az állat súlyos sérüléseket szenvedett, hogy végül az állatorvosok elaltatták. Munkatársai elállították a garázdaság, illetve az állatkínzás bűncselekménye gyanúsítható 2 szemét, és vizsgálják a bűncselekménynek a körülményeit. A rendőrségi segítségnek köszönhetően az önkéntesek hamar el tudták szállítani a kutyust az állatorvoshoz. 10 percen belül a helyszínen voltunk, ahol láttuk, hogy a kiskutya nagyon rossz állapotban van, ezért elvittük állatorvoshoz. Ott már nem tudtak rajta segíteni, tehát muszáj volt elaltatni. A párnak még van egy kutyusa. Az önkéntesek szeretnék az ő helyzetét minél hamarabb megoldani. Mi, mint állatvédők, most max annyit tudunk csinálni, hogy megnézzük a megmaradt kutyusnak a körülményeit, és hát megpróbáljuk valamilyen szinten rábeszélni őket, hogy vagy adják át nekünk, vagy valamilyen módon intézni kellene a sorsát. Az állatvédők azt mondják, ha pénzbírság helyett börtönbüntetés is járna a hasonló esetekért, talán visszaszorulna a jövőben az állatkínzások száma. A Köznevelés az iskolában projekt keretein belül a Nyár veszélyei címmel pedagógusoknak, szülőknek és felső tagozatos diákoknak tartottak előadásokat a Mátra Honvéd kaszinóban. Az uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét és hatékonyságát. Az ország több száz, ezen belül Heves megye 4 iskoláját bevonó programot a Klebelsberg intézményfenntartó központ a Köznevelés az iskolában elnevezésű projekt keretében indította el. Az iskola közös ügyünk címmel indult a pályázat, és egy olyan partnerségi kapcsolat, illetve egy hálózatosodási törekvés indult el, ami az együttműködés, az intézmény közötti együttműködést erősítheti. Ennek kapcsán szerettünk volna a szünet előtt egy olyan rendezvényt lebonyolítani, szervezni, amely elősegíti részben a szülők, részben a gyerek, másrészt pedig nyilván a pedagógusok nyári tevékenységének a problémamentes tételét. Az országos program 5 alprojektet foglal magában. Az egyik alprojektje az intézményfejlesztés, innen a tankerületből is vesznek részt iskolák, módszertani adaptáció, módszertani tapasztalatok átadása a második projekt, szervezetfejlesztés a harmadik, a negyedik alprojekt pedig a rendszerszervezés, és az ötödik pedig partnerség és hálózatosodás. Ez az a projekt, aminek keretében most mi itt vagyunk. Az előadások során a dohányzás, kábítószer, alkohol, valamint az internet, napozás és a szórakozás veszélyeiről hallhattak a megjelent diákok és tanáraik. A szakemberek és intézményvezetők szerint iskolai kereteken kívül is kell, hogy halljanak a gyerekek ezekről az ártalmakról. Az iskolában, ha bár elhangzanak ezek a problémás dolgok, de nem baj, ha megerősítést nyer több helyről is, minél többször mondjuk, annál hatékonyabb, illetve maga a közeg más iskolákból gyerekek vannak, tehát így talán ragadósabb. A szervezők a szülő-pedagógus gyerek kapcsolat kiépítésére és megerősítésére törekszenek elsősorban, emellett pedig, hogy az intézmények és települések a saját oktató-nevelő munkájukat megosszák egymással. A közösségépítéshez kapcsolódóan úgynevezett flashmobokat szerveztek, a jövőben Abasáron, Nagyrédén vagy Gyöngyöshalászon találkozhatnak hasonló akcióval az érdeklődők. Virágot ültettek, padot mostak, iskolát takarítottak a József Attila szakközépiskola diákjai. Az intézményben már hagyomány, hogy a ballagást megelőzően a diákok egy önkéntes nap keretében méltóvá teszik az intézményt a jeles eseményre.
Volt, akinek seprű, volt, akinek kiskapa, s volt, akinek vízes ruha jutott az önkéntesek napján. Ezt a napot hagyományosan a balagás előtti héten szoktuk megtartani. Az a célja, hogy az iskolát belülről, kívülről szépé tegyük, méltó legyen az épület kívül belül a balagási ünnepségre. Nagyon sok virágot gyűjtöttünk össze, ezek a virágok, növények, a tanulók, a szülők, a kollégák felajánlása alapján kerültek ide. Közel 100 virágpalánta verheti gyökeret a felajánlásoknak köszönhetően. A diákok szívesen veszik ki részüket a feladatokból. Ilyenkor mindig kitakarítjuk az iskolába az egész épületet, a padokat lemossuk, ablakokat takarítunk, akkor a virágládákban virágokat ültetünk, és ilyenkor én szerintem másnap vagy következő héten boldogabban jön be az ember, hogy így tele van virágokkal, színesebbnek látni a iskolának a környezetét. Ilyenkor a fiúk is kiveszik részüket a takarításból. Kaptunk feladatot, és azt kell elvégeznünk. Nekünk a szertár jutott, mennek a munkálatok, szókos emberekkel, és emiatt mindenhol végzünk. Az iskolában fontosnak tartják, hogy a diákok a tanuláson túl magukénak érezzék azt a környezetet, ahol napjaik jelentős részét töltik. Ez nem csak egy nap, amikor ültetünk, hanem itt bizonyos területeket örökbe fogadnak az osztályok, és ameddig a tanítási időszak tart, addig rendszeresen ápolgatják ezeket a növényeket, locsolgatják, az esetleges gyomokat kihúzgálják, úgyhogy nyilvánvalóan sokkal jobban figyelnek a környezetükre, de én úgy gondolom nem csak az iskolában, hanem ahol laknak a lakóhelyükön, a lakókörnyezetükben is. A parkosítás eredményében nem csak az itt dolgozók és a tanulók, hanem az ideérkezők is gyönyörködhetnek. A Gyöngyösi Kézilabda Klub új elnöksége röpke 2 hónap működése óta több közgyűlés hívott össze, mint korábban az bármelyik klubvezetés. Az ok azonban roppant prózai, változott a PTK, és ennek megfelelően módosítani kell a szervezet alapszabályát, tudtuk meg Nagy Attila klubelnöktől. Gyakorlatilag egyetlen oka volt, hogy az elmúlt időszakban 2014-ben a PTK változott, és minden olyan alapszabályt, ami a PTK nem megfelelően szabályozott, ezt most újra meg kell tennünk, és gyakorlatilag mostani változások csak arra irányulnak, hogy ennek a törvény megfelelésnek helyet tudjunk adni. Ezzel együtt kíváncsiak voltunk, elkezdődött-e már a jövő csapatának a felépítése? Nagyon sok munka van már mögöttünk. Gyakorlatilag 2 irányba indult el a munka. Egyik az, hogy a nagy csapat játékosait, illetve a középi csapatot hogyan tudjuk összerakni. Ebbe egy picit egyszerű volt a helyzetünk, mert Viktor az ezdőnk egy kész listát adott, hogy kivel szeretne együtt dolgozni. Ennek megfelelően egyeztetjük a tárgyalásokat, és próbálunk minél több játékost az ő listájáról idehozni. Az utánpótlás nevelés kapcsán az egy sokkal nehézebb feladat, oda keresünk most is még egy olyan utánpótlás edzőt, aki az egész szakmai munkát össze tudná fogni. A játékos keretet illetően már tényként közölhető Juhász Károly leigazolása a Balatonfürettől, illetve további átlövők érkezhetnek hamarosan. A klub a TAO kapcsán egy új sportcsarnok építését is tervezi, melyben a Gyöngyös önkormányzata is partnerségéről biztosította a kézilabda klubot. Alaposan felforgathatja a 2016-os költségvetés vitáját civil szervezetek kezdeményezése, amelyek a saját szakmai szempontjuk szerint veszik górcső alá a büdzsétervezetét. A civilek a költségvetésről projekt keretében szokatlan kezdeményezéssel állnak elő. Elemzések érkeznek majd a szaktárcákhoz szociálpolitikai, adópolitikai, környezetvédelmi, oktatáspolitikai vagy épp a paksi beruházáshoz kapcsolódó költségvetési megszorítások szükségességéről. Napról napra egyre több devizahiteles károsult kapja készhez az elszámolást tartalmazó levelet. A visszatérítés utáni tőketartozásuk azonban nem csökkent, vagy csak alig alacsonyabb, mint az eredetileg felvett hitel forint összege. Értetlenül állnak azelőtt, hova lett az addig befizetett törlesztő részletük. Az elszámolás során azonban az egyoldalú kamat és költségemelés mellett csak a tisztességtelen árfolyamrés alkalmazása után jár visszatérítés. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 406, a MOL 14.900, az OTP 5.890, a Richter pedig 4.555 forintba került egy órával a tőzsdezárás előtt. Délután 5 órakor a hivatalos tőzsdeindex, a BUX 22.402 ponton állt.
Jönnek a legfontosabbak még egyszer, röviden. Átláthatóbbá válhatnak az önkormányzat beszerzései. Belepusztult a kutya a bántalmazásba, feljelentették az elkövetőt. Virágot ültettek a diákok önkéntes nap a József Attilában. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, ez volt az Aktuális Szerdán. Találkozunk majd holnap is. Minden jót, a viszontlátásra!